többnek éreztem. Nem értem. Mert egy pillanatnak tűnt az egész. Így is lesz. Dolgozik, és rendben lesz minden. Engem? Pont engem rúgnak ki, pont most? Megoldjuk, nem lesz baj. Végre hazajöttél. Honnan tudod, hogy én vagyok? Tárva nyitva van az ajtó. Az jön be, aki nem akar. Lehet mást vártál. Kit vártam volna? Nőnél voltál? Két nap után ezt kérdezed először. Na? Most tényleg két nap után ezt kérdezed? Hát, essünk túl rajta. Itt vagyok vele. Mi lettem volna nőnél? Te most kerüled a válaszadást? Nem kerülöm a válaszadást. Akkor hallgatlak. Nem, nem voltam nőnél. Jó. Jó, amúgy tudom, hogy bízhatok benned. De ott, ahol voltál, ott voltak nők? Te nem volt olyan féltékeny, most miért csinálom ezt? Eddig nem tűntél el két napra, most miért csinálod ezt? Úgy tűnik felesleges volt, ugyanott folytatjuk, mint amikor elmentem. Jó, sajnálom. De voltak nők, vagy nem? Nem, nem voltak nők. De beszélnünk kell, úgyhogy... Ülj ide. Drága mozgásra, de szeretlem. Na. Tudod, szeretlek téged is, a babát is, de... De? De beszélnünk kell, mert ez így nem jó. Te most szakítani akarsz? Dehogy akarok szakítani, csak... Mi? Mi csak? Két nap után eltűnsz, azt sem tudom, hogy hol voltál, most meg ilyeneket mondasz nekem, hogy szeretsz engem meg a babát, de... Tudod mit? Akkor most én hagydak itt téged! Na csá! Ahó, hogy csak tegnap eltűntem anyáját, csak bennem. Hát te mit keresel itt? Neked is, csau. Én itt lakom, te mit keresel itt? A barátnőmet, aki csalsz, te utolsó. Távozz innen, sátán. Én nem csalok senkit, de akkor te beszéltettél a fejét ezekkel a hülyeségekkel. Dehogy beszéltem. Én csak kinyitottam a szemét. Zsófia. Úristen, a főnöknömre vagytok ráva, meg féltékenyek. Ezek a tények? De ne félj, én itt leszek mindig a drágámnak. Csak tegnap el kellett mennem a Julius-szal talisztám, de az kirívó esett. Mindegy, esetek nagy többségében én itt leszek. Én itt leszek. Neked is elmondom, hogy semmi közöm a Zsófihoz, sem más nőkhöz, jó? Engem nem kell győzködni, apukám. Hát semmi közöm hozzám. Laci. Lehetek veled őszinten? De persze. Tudod, én sose csíptelek. Sőt, szemembe semmi férfiasság nincs benned.
Kösz, azért ennyire ne legyünk őszinték, jó? Én mindeddig a pillanatig azt hittem, hogy te magtalan vagy. De nagyon összeilletek, és szeretitek egymást, vagyis az Emilia szerették át. Tudom. Lehetek veled én is őszinte? Persze. Akkor megláttalak, mondom, ilyen egy hormozavaros nőt még életemben nem láttam. Te most kóstolgatsz engem, kisfiam? Nem. Tényleg ezt gondoltam, de láttam, mennyire jó barátnője vagy Emiliának, és azt mondtam, hogy ha én nem tudnám megvédni, te biztos meg tudod, mert ugyanakkor akarod, mint nekem. Igen? És ha ezt egy tovább folytatod, rád venek egy csapott a csup, ha tőlem tudom. Nyugodj meg! Emiliának csak annyi kell, hogy szeresd és figyelj rá. Ennyi. Igazad van. Mindjárt jövök. És én maradjak itt? Őrizzem a lakást, mint a kiskutyák? Hát gyere vissza! Te mit keresel itt? Én itt lakom. Te mit keresel itt? Dazsavűn van. A Laci beengedett, vagyis bejöttem. És most hol van? Beszélgetni akart velem, de úgy felidegesített, hogy itt hagytam. Ugye nem verted, vagy veretted meg? Úgy ismersz? Hát... Nem. Beszélgettünk kicsit, utána fogta magát, elviharzott, eltűnt. Hallod, anyák, kérdezhetek valamit? Nem mondta, hogy hova ment? Persze, kérdezzél. Szerinted is hormonzavaros vagyok? Nem! Egy picit. Nem mondta, hogy hova megy egyébként, fogalmam sincs. Kérdezhetek még valamit? Persze. Tényleg ugyanakkor akarom, mint a Lacié? Nem. A tiéd nagyobb. Nem baj, mert lefagyok. Ezek szerint akkor itt hormonális a probléma. Úgy vagy jó, ahogy vagy. Julius így szeret téged. Merne más csinálni az a félkegyelmű. Egyébként, ahogy beszéltem a Lacival, én láttam a szemébe, hogy nem csalt meg, de mondta is. Tudod, olyan vagyok, mint ezek a KGB ügynökök, szemből, testből olvasok. Csak gyártatlan. Szerintem is igazat mond. Mostantól úgy fogok vele beszélni, mint régen. Túl sok időt töltök veled. Ha legyek már én a hibás, mert rám merek szólni, meg van itt vér. Úgyis visszajön. Remélem visszajön. Visszafog az ön olyan, mint a bumeráng anyája. Eldobod, visszajön. Még bele nem állítom a földbe. Még hogy hormonzavaros. Ha visszajön, nem fogok vele veszekedni. Soha többé. Helyes. Legyen így, anyája. Mondom, biztos visszajön. Én is addig hazamegyek, beszélek a Juliusszal, azt megkérdezem, hogy mit gondol erről. Miről? Hát, hogy hormonzavaros vagyok-e? Kit keres? A világ legszebb nőjé. De imádlak. Nézem, elnéztem a lakást. Nem.
Hozzágyöttem, hogy bocsánatot kérjek. Nem kellett volna így eltűnnöm két napra. Nekem meg nem kellett volna elküldeni téged. Hát ez így van. Ne helyeseljél! Meg többet kellett volna foglalkoznom vele. Hát, ez így van. Ne helyeseljél! Nem csaltalak már. Nem is foglak. Egy jó ideig legalább biztos. Jó, én meg nem fogok féltékenykedni. Meg majd nem kérdezgetem annyit, hogy miért szeretsz annyira munkába járni. Hát azért van, amikor behívott a főnök Gácsi. Mi van a főnök Gácsival? Látta, hogy bankba dolgozom, szolgálmas vagyok, úgyhogy előléptetett. Úgyhogy az új boltvezető ül előtte. Tudtam, hogy volt köztetek valami. Csak viccelek. Gratulálok, drágám. Én meg, hogy bebizonyítsam, hogy mennyire szeretlek. Benne vagyok. Miben vagy benne? Abban. Abba? Igen. Tudom, hogy mennyire szeretnéd, ezért csináljuk. De hát azt mondtad, hogy undorító is biztos, hogy soha nem. Tudom, tudom. De már én is szeretném. De szeretlek, nagy gyere. Jó lesz, meglásd. Csak a kivégzés az undorító, a többi az nem. Sub-Zero-val leszek. Laci? Laci? Laci! Na? Laci. Elfolyt a magzatvíz. Most? A fotelra? Gyere ma! Gyere ma! Laci! Megyek! De most tölt! Laci! És mennyi új cucc van. Szőnyeg meg rohad.